kinél van OTP, ez rémlik még 2008-ból, nagyon híressé vált ez a költemény, és ez a mai kereskedésre is igaz, hiszen 4400 forint közelében zuhant az OTP részvények kurzusa, annak ellenére, hogy reggel még nem volt abszolút eladói nyomása a papírokban, valószínűleg azt keltette föl a befektetők figyelmét, hogy napközben az egyik OTP-s illetékes is eladott több mint 200 000 darab OTP részvényt, valamint a Napi Gazdaságnak adott interjújában Csányi Sándor utalt arra, hogy további részvényeket értékesíthet az ősz folyamán. Mindez megint előtérbe hozta a félelmeket és a bizalmi kérdést az OTP kapcsán. Így hát az lesz majd a következő hetek, hónapok legfontosabb momentuma, hogy mi lesz a devizavételes mentőcsomaggal, és ez pontosan hogyan érinti majd a részvényeseket, illetve a hitelfelvevőket. Addig viszont marad a bizonytalanság, és ahogy látjuk, a külföldiek inkább kitáraznak a részvényből, és távol maradnak az OTP parkettjétől.